A csütörtöki nulladik napon a férfi K4 1000 méteres versenyszám adta meg a válogató alaphangját. Az olimpiai ezüstérmes Kammerer Paumann Kulifai Tóth összeállítású egység óriási küzdelemben valamivel kevesebb, mint 4/10 másodperccel nyerte ezt a számot, így az EB már biztos, hogy ők képviselhetik hazánkat, a világbajnoki indulásért pedig nagy lépést tettek. A kenu kettesek 1000 méterén Varga Dávid második lett Sarudi Pállal, Széles Gábor pedig harmadik Devecseri Ádámmal. A C1 férfi ifik első előfutamát Kaut Kristóf nyerte, a második előfutamban Rum Richard a második, Balla Levente a harmadik helyen végzett. Svajda Vajk szintén másodikként ért célba. A férfi K1 1000 méter középdöntőjében Kovács Attila első, Winkler Máté harmadik lett. A női K1 500 első középdöntőjét Bordács Blanka, a második a Takács Tamara nyerte, utóbbiban Célai Vörös Zsófia a második lett, így mindhárman döntősök. Készülj! Pikás csatákat hoztak a női K1 500 méter előfutamai. Az elsőben az olimpiai bajnok Fazekaszúr Krisztina első, az ifi olimpiai bajnok Farkasdi Ramona harmadik lett, a következőben szintén harmadik lett az olimpiai bajnok Janics Natasa. A péntek délelőtti program zárásaként a Kammerer Zoltán Paumann Dániel összeállítású egység a K2 1000 méteres előfutamban a Tóth Kulifai duó mögött másodikként zárt. A győri színekben versenyzők tehát repesztenek, és érik az újabb GVS és tarolás.